általában minden dalunk úgy születik, hogy valamelyikünk ebben az esetben Emil hoz egy alapötletet, tehát egy ilyen harmóniakört és egy hangzásvilágot, és akkor utána kezdünk el ötletelni a dal további részein. Ugye mindenki hozzárakja általában a saját részét, tehát a hangszereket azokat személyre formáljuk. Igen, igen, én is. És aztán megszületik az énekdallam, és aztán ebben az esetben Emil írta a szöveget. A szöveg úgy született, hogy elkészült a zenei alap, összetettük, amink van. Két kezünket. Mind a két kezünket. Elkészült a zenei alap, és Bencével szoktunk összeülni, hogy ki mit vizualizál, milyen érzések fogják el a dal hallgatása közben, és mind a kettőnknek egy ilyen szerelmi történet, mesélés, egy ilyen feeling, egy mood szöveg volt a fejünkben, és így született a szöveg. A dalszöveg, vagy maga a dal egy érzést ad át, amikor két ember találkozik az éjszakában, és egy ilyen szerelem első látásra érzés az, amit szeretünk volna közvetíteni. Nincsen nagy történetmesélés, hanem ezeket próbáltuk szövegbe foglalni.